Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehet elkezdeni az angolul olvasást, illetve hogy milyen könyvekkel érdemes. Ugyanis ezt a kérdést is sokszor megkapom, és erre is úgy gondoltam, mint az angol könyvrendelőse, hogy akkor az egészet összegzem egy videóban, és akkor mindenit lesz egy helyen. Én nagyon sokat olvasok angolul, főleg most már szerintem leginkább tényleg csak angolul olvasok, vagy hát így a könyveim háromnegyedét angolul olvasom el. És ez nálam például úgy indult, hogy ezt a sztorit szerintem már sokszor mondtam, nem baj, elmondom még egyszer, szóval befejeztem a Percy Jackson és az Olimposziak sorozatot, és nagyon tetszett, és tudtam, hogy van folytatása, de az akkor még nem volt lefordítva, én pedig úgy voltam valahogy, hogy nem várom meg, hogy lefordítsák, úgyhogy elolvastam az Elveszett hőst angolul, és végül is ez indította meg azt, hogy onnantól kezdve több angol könyvet olvastam, mint magyar könyvet. Na de, azért az indulás nem volt olyan egyszerű, mert hát ez olyan 2014 körül volt, mikor én elolvastam az első angol könyvemet, és előtte jó voltam azért angolban, tehát nem mondom azt, hogy rossz voltam, de nem voltam olyan túlzottan jó se. És nagyon sokat fejlődött az angolom, amióta elkezdtem angolul olvasni. Szóval senkinek nem kell megijedni, hogyha nem perfekt angolból, mert az nem akadály. Attól még lehet könyvet olvasni, de most nem is csak az angol olvasásra akarom kielezni ezt a videót, hanem szerintem bármelyik idegen nyelven igazak lesznek azok a dolgok, amiket én most elpróbálok mondani, megpróbálok elmondani. Mert hát hogyan is kezdjünk neki az angol könyvek olvasásának? Igazából az első és legfontosabb dolog, hogy természetesen nem fog az ember minden egyes szót az adott idegen nyelven ismerni, szóval így legelsőként én azt mondom, hogy mindenféleképpen kell egy szótár. Például, hogy ne egy komplett, nagy, vastag kézi szótárra kelljen járkálni, mikor valaki idegen nyelven szeretne könyvet olvasni, ezért nekem például le van töltve egy szótár alkalmazás a telefonomra, és akkor azon igazából nagyon gyorsan és egyszerűen megtalálom azokat a szavakat, amiket nem ismerek. Mindegy, ez volt az első dolog, amit én csináltam. És az első könyv igazából, amivel próbálkoztam angol olvasással, az a lenyűgöző teremtmények, csodálatos teremtmények, a Beautiful Creatures volt. És azt hiszem három oldalig jutottam, vagy lehet három oldalig se, mert az egy olyan könyv volt, amit ugye nem olvastam előtte, ismeretlen volt. A nyelvezete is nehéz volt, és egyszerűen nem ment, úgyhogy kicsit megijedtem, hogy hát akkor mi lesz velem az elveszett hősnél, de a Rick Riordan könyveknek alapvetően nincsen olyan nagyon bonyolult nyelvezete, bár én még így is azt mondanám, hogy az Elveszett hős az kicsit nagyobb falat volt, mint számítottam, mert kezdhetem volna könnyebb könyvvel is, de mivel ismertem a Percy Jackson alapot, és nagyjából a világ felépítés, meg hogy így nagyjából így mi történgetett ugye abban az univerzumban, így valamennyire könnyebben megbirkoztam az Elveszett hőssel is, és utána az összes többivel is. Aztán meg már belejöttem, szóval mondtam, nem volt probléma. Mert igazából az Elveszett hős, sőt nem is, hanem úgy mondom, igazából az Olimposz hőseit és úgy olvasni, hogy angolul, az azért volt egy kicsit furcsa, mert vannak szavak, amik magyarból ugye átlettek fordítva, és angolul nem pont ugyanolyanok, szóval ez kicsit olyan volt, mint a Harry Potternél, hogy egy csomó szót meg kellett nézni, hogy akkor ez most hogyan is volt az eredetiben és a magyar fordításban, hogy tudjam mi micsoda, mert azt nem volt egyszerűen csak elég beírni a szótárba, mert az lefordította, csak attól még nem mondott többet. És hogyha valaki el szeretné kezdeni az angolul olvasást, akkor én azt ajánlom, hogy mindenképpen olyan könyvet válasszon, de már megint azt mondtam, hogy angolul olvasás. Szóval, hogyha valaki szeretne idegen nyelven olvasni, akkor mindenképpen én azt ajánlanám, hogy olyan könyvet válasszon, ami vagy egyszerűbb nyelvezetű, tehát nem mondanám, hogy egy történelmi regény jó indítás lenne, mert nekem például az nem menne, hanem valami tényleg egyszerűt. Szerintem az sárt, hogyha rövid, mert mondjuk egy 500 oldalas könyvvel indítani az nehéz és fárasztó, és műfajilag pedig valami gyerekkönyvet tudnék ajánlani, hogy általában ugye a gyerekkönyvek azok rövidek, és viszonylag egyszerű nyelvezetűek, szóval az úgy könnyebb indítás, mint egy komolyabb felnőtt könyv. Még akkor is, hogyha valakinek mondjuk nem
olyan nagyon jó az angolja, tehát én hetedikbe kezdtem el olvasni angolul, azt hiszem hetedikben, és van egy csomó dolog, amit szerintem én csak a könyvekből tudok, tehát a nyelvtani szabályokat, meg ezeket még mai napig nem tudom angolul, de kitalálom őket ettől függetlenül, hogyha elém rak valaki egy feladatot. Mert sokat olvastam, és ez nagyon sokat segít. Szóval ez egy pozitívum az idegen nyelven való olvasásnak. Oké, megvan a szótár, megvan a könyv, és el kell kezdeni az olvasást. De hát az eleje a legnehezebb, mert az olyan furcsa váltás, hogy más nyelven van írva, akkor mi micsoda, meg igazából szerintem minden embernek rá kell jönni, hogy neki ez hogyan működik, mert nálam például ez úgy működik, hogy elkezdem olvasni a könyvet, és hogyha angolul olvasom, akkor nem tudom, hogy máshogy csinálj. Tehát én úgy csinálom, hogy csak így olvasom folyékonyan, mintha magyar szöveg lenne, és megértem. Amit meg nem értek meg, azt vagy kiszótározom, vagy hogyha úgy gondolom, hogy nem lényeges, mert csak valami tájleírásnak a szava, azt meg nem fogom az összeset kiszótározni, amikor fölbukkan, azt csak így hagyom. Vagy hogyha előzőleg az egyik szót nem fordítottam le magamnak, és sokszor fölbukkan, és már kezdem azt gondolni, hogy lehet fontos lenne tudni, hogy ez mit jelent, akkor ismételten csak kiszótározom, vagy csak hagyom. De egyébként van olyan, hogy egy szót szerintem egy könyv alatt így nagyjából 20-szor kiszótározok, és még akkor sem jegyzem meg. De előbb-utóbb úgyis megfogom. És tényleg az indulás a legnehezebb, hogy rá kell jönni, hogy kinek milyen rendszer működik. Mert például az elveszett hősnél én úgy csináltam, hogy fogtam egy szótárfüzetet, egy rendes nagy szótárat, és az nagyon rossz technika volt, tehát ezt nem ajánlom követésre. Kiírtam minden egyes szót, amit nem ismertem, utána kikerestem a szótárból, de egyébként azért csináltam én, mert először eljutottam a fejezet végéig, és csak utána kerestem ki a szavakat, ami nem működött, mert utána elfelejtettem, hogy milyen kontextusban voltak az adott szavak. Szóval ez egy nagyon hülye technika volt, és utána álltam át arra, hogy mindig akkor kerestem ki a szót, amikor benne volt a szövegben. Nem tudom, miért nem így kezdtem, tehát ez ilyen egyértelmű dolog lett volna, csak nem tudom miért. Az első két Olimposz hősei az volt az első két könyv, amit tényleg angolul olvastam végig. És azok még nehezebben mentek, tehát szerintem ilyen egy-két hétig biztos olvastam azt a két könyvet, utána meg már kiolvastam őket ilyen 2-3 nap alatt. De hát rá kellett érezni arra, hogy nekem ez hogyan megy, és minél többet olvasok angolul, egyre gyorsabban megy. Bár még mindig szerintem valamennyivel lassabban olvasok angolul, mint mondjuk magyarul, mert azért kicsit több idő kell az agyamnak, hogy feldolgozza az információt. Ja igen, ezt elfelejtettem elmondani, akkor ez még oda megy, hogy. Ja, igen, hogy milyen könyvvel érdemes angolul kezdeni, vagy idegen nyelven. Igen. Szóval, ha még idegen nyelven szeretnél olvasni, akkor még azt tudom ajánlani, hogy egy olyan könyvet olvass el, amit nagyon szeretsz, egy kedvenc könyvet megveszel olyan idegen nyelven, amilyen el szeretnéd olvasni, és lehetőleg amilyen nem tudsz. És ugye azt a történetet már ismered kívül, belül, elejétől végéig, oda-vissza. És hogyha azt olvasod el angolul, vagy akármilyen nyelven, akkor az szerintem könnyíti az olvasást, mert már ismered a történetet, tehát nem úgy állsz neki, hogy nem értesz egy mukkot sem az egész könyvből, hanem tudod nagyjából, hogy miről van szó, és még hogyha olyan részhez is érsz, amit nem értesz, tudod a fordításból, hogy ott mi történik, szóval ki tudod következtetni, hogy mi micsodát jelent. Tehát például nekem ilyen volt, amikor először olvastam a Harry Potter 1-2-3-at, azokat olvastam eddig angolul, és az is olyan volt, hogy ismertem az eredeti, vagy nem az eredeti, tehát ismertem a fordított alapot, és úgy könnyebben ment, és igazából így még azok a szavak sem okoztak úgy nagyobb problémát, amik úgy átlettek fordítva magyarba, mert tudtam, hogy aha, itt ez az állatka van, szóval ez a fura szó itt, ez biztos azt az állatkát jelenti. Szóval ez is egy jó megoldás, hogyha egy olyan könyvet olvasunk el idegen nyelven, amit már előtte olvastunk magyarul. És hogy a végén mondja konkrét példát is, és konkrét könyveket, akkor néhány könyvet felmutatok, amiket szerintem kezdő... Szóval, felmutatok néhány példát, amik szerintem jók kezdésnek, hogyha valaki el szeretne kezdeni idegen nyelven, vagy angolul olvasni, vagy akárhogy. Az egyik ilyen. Az Cressida Cowell-től az Inneveld a sárkányodat, mert ez egy roppant egyszerű, tényleg nagyon-nagyon egyszerű ezt a könyvet olvasni.
Most 200 oldal fele illusztráció, kb. 14-es betűmérettel, szóval ez egy nagyon könnyen és gyorsan olvasható könyv, és szerintem nagyon jó kezdésnek, mert bonyolult szavak se nagyon vannak benne. Ja, hát igen, kb. Mindegyik ilyen gyermek és ifjúsági könyv, amit összeszedtem. Másik, Kate DiCamillo-tól a Flóra és Odysseus, talán ez a magyar címe. Ez félig ilyen rendes regényként megírott, félig meg képregény formában összeszerkesztett könyv. Ez is tényleg nagyon egyszerű, gyorsan olvasható, rövid, és egyébként egy irtózatosan aranyos történet, szóval, hogyha nem is angolul, hanem magyarul, de szeretné valaki olvasni, vagy nem. Szóval ezt magyarul is ajánlom, mert ez egy nagyon cuki történet. Aztán szerintem Tolkientől a Karácsonyi levelek is egy viszonylag könnyű olvasmány angolul, mert mondjuk egy Gyűrűk urat még én sem merni kell olvasni angolul, mert azt mondja, még magyarul se értem meg. De a Karácsonyi leveleket Tolkien írta a gyerekeinek, szóval ezért egyszerűbb olvasmány, kicsit talán nehezebb, mint az első kettő, amit említettem, de szerintem még ezzel is könnyen meg lehet birkózni. És szánszándékkal olyan könyveket mondok, amiknek megjelent fordítása is. Aztán, ami még tényleg roppant egyszerű, az a Manók könyve, azt hiszem ez az első könyv címe, mindegy, szóval a Spiderwick krónikák. Szerintem erre így ránéz az ember, és látja, hogy ez nem egy olyan hatalmas nagy feladat, nagyon rövidke, egyszerű kis könyv, és ezen felül még egy nagyon élvezetes történet is, úgyhogy ez is nagyon jó kezdésnek, hogyha valaki szeretné. És hát itt említettem a Rick Riordan könyveket, szóval azok is. Mondjuk a Villámtolvajt még speciálban nem olvastam angolul, de ugye az Olimposz hőseit már igen, és az Olimposz hőseinek így is komolyabb azért valamennyivel a hangvétele, tehát a Percy Jackson és az olimposziak az egyszerűbben. Láttam már belőle részleteket angolul, és ezzel is már lehet kezdeni, hogyha valaki szeretné. Főleg, hogyha valaki szereti a Villámtolvajt már alapból és olvasta, és úgy gondolja, hogy el szeretne kezdeni angolul is, akkor egészen nyugodtan. Én is el szeretném olvasni egyébként angolul. Az első részt, az egész sorozatot, az összeset. Hát remélem, hogy tudtam segíteni ezzel a videóval azoknak, akik szeretnének angolul vagy akármilyen másik idegen nyelven elkezdeni olvasni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!